Az elmúlt nyáron az U17-es világbajnokságon és az U18-as Európa-bajnokságon összesen 14 mérkőzésen lépett pályára Dobó Lilla, aki idén is tagja volt a Völgyi Péter által irányított nemzeti csapatnak. A törökországi Konyában az U18-as A-csoportos EB-n mind a 7 mérkőzésen szerepet kapott a nyíregyházi kosársuli játékosa. Lilla átlagban 20 percet játszva 6,3 pontot, közel 4 lepattanót és 2,3 gólpaszt átlagolt az 5. helyen végző csapatban. Mindenképpen szerettünk volna egy érmet elhozni, vagy legalábbis legjobb 4-be kerülni, és ezt sajnos nem sikerült teljesítenünk, hiszen csak 5. lettünk, szóval ez egy kicsit úgymond letört minket. De azért nagyon jó élményekkel éltem meg, és sokat tudtam fejlődni, személy szerint is, mert hogy szerettem volna jobban a csapat vezető egyéniségé válni, mint tavaly, és szerintem azért ez sikerült. Lilla klub edzője, Farkasinszki Gyuláni szerint tanítványa sokat fejlődött az előző idényben, és ez meglátszott a válogatottban nyújtott teljesítményén is. Az egy jól teljesített éve volt, tehát akár az Abantelembe egybe, akár a juniorban. Tehát itt azért olyan állapotban volt, ami azért szerintem előrevetítette, hogy ő akár a válogatottba is kerülhet. Ettől függetlenül ugye azért mindig figyelnünk kellett arra, hogy azért nehogy valamolyan apró sérülés, vagy bármi nehezítse az életét. Én úgy gondolom, hogy a Lillának ez az U18, ez egy óriási élmény volt, főleg úgy, hogy ebben az évben már ő egy meghatározó játékosa volt ennek a csapatnak. A Völgyi Peti maximálisan számított rá, külön feladatokkal is megbízta. Elsősorban a védekezése volt az, ami szerintem a jobb teljesítmény volt, de nagyon gyakran hozott föl labdát, segített az irányítóknak, tehát minden szempontból egy olyan évet zárt itt ebbe a válogatottban, ami mindenkinek óriási nagy büszkeség. Néztük végig a mérkőzéseket, szurkoltunk a Lillának itt a távolban, és hogy néha azt, hogy ez nem így kellett volna, mindegy. Utána ezt mind megbeszéltük, próbáltuk azokat a hibákat, amik közben előfordultak, kijavítani, és úgy gondolom, hogy ő egy olyan teljesítményt tette az asztalra, ami azért nem egy mindennapi teljesítmény volt. Az Európa-bajnokság után nem sokat pihenhetett a fiatal kosaras, mivel meghívást kapott Las Vegasba a WNBA által szervezett 4 napos táborba. A 38 játékos között 12-en képviselték Európát. Nagyon szoros kapcsolatokat építettem ki különböző nemzetiségű emberekkel, leginkább európaiakkal, hiszen velük tudtam megértetni magamat, mert nagyon az afrikai országból érkezők legtöbbje csak franciául tudott, a Dél-Amerikából érkező országok legtöbbje meg csak spanyolul, így voltak olyan csoportosulások, akikkel nem tudtam egyáltalán kommunikálni, hiszen nem értettük meg egymást. Ezen belül szakmailag is szerintem előrébb tudtam lépni, hiszen találkoztam olyan különböző játékosokkal és olyan különböző mozgásokkal, amit máskor sose láttam, és megtanultam alkalmazkodni is ehhez. A nyíregyházi kosársuli csapatai a hagyományos balatoni edzőtábor után a héten hazai környezetben is elkezdték a felkészülést. Mint Dobó Lilla elmondta, a következő idényt még Nyíregyházán tölti, mivel jövőre érettségzik. Azt követően szeretné magasabb osztályban folytatni pályafutását.